Mi? Itt valami van. Már megint valami van, gyerekek. Nézzük, mi van itt. Üdv mindenkinek, sziasztok, Csabinyó vagyok, ez pedig nem más, mint a House Flipper sorozat folytatása és a PET DLC második része. Vagyis PETS DLC, igen, többes számba. Na, kutyuskám, mennyi dolgodra? Ismét nagyon cuki vagy. Adok neked kaját. Ó, van neki itt minden. Van víz is, meg van kaja is. Na jó van. Ó, hát már itt vagy. Jó, menj ki a szabadba. Na, szóval. Já, Morgan kisállatgondozás. Na most jött meg az, vagy most már elérhető az, amiről ugye beszélt nekem Morgan, még az előző részben. Hát nézzük meg, hogy mi ez. Ez vajon mi lehet? Ó, itt tudok venni magamnak állatokat. Na nézzük meg, hogy mik vannak. Ilyen sok kutya van, hogyha ezen véglépegetek, akkor... Á, na szóval, várjál. Akkor kezdjük az elejétől. Tehát van olyan, hogy ausztrál juhász, azt hiszem, hogy ez a juhász, van a labrador, van a husky, jaj, szevasz a husky, Marci. Szóval, pomeranian, na most azt nem tudom, hogy ez magyarul hogyan mondják. Igen, ugye sajnos ez még itt nincs lemagyarítva, ez sem ugye, itt oldalt, Rottweiler, kicsibe, ismét ausztrál juhász kutya, de kölyök, igen, papi, egy fiatal labrador, egy fiatal beagle, egy kölyök német juhász, és van egy kölyök husky. Nagyon jó. Na nézzük, macskák, a cicák, jaj, de aranyos vagy, na belőle csak három fajta van, jaj, nagyon cuki vagy, igen. Mi volt a neve? Norvég macska, bombéi macska, bengáli cica, jaj, na, nyulak, nézzük a nyuszikat, jaj, de édes vagy, Bunny, neked csak simán Bunny a neved is, hogy csúcsál, igen, van Bunny, ugyanúgy csak felnőtt, ugye az előző volt a kölyök, azt hiszem, nem, mind a kettő felnőtt, aha, rákcsálók, ó, oh. Tengeri malac, gyerekek! Felnőtt. Ja igen, aha, értem. Szóval ez a hím, ez pedig a nőstény. Értem. Jó. Szóval lehet őket pároztatni is? Na, azért még érdekes lesz majd. Hüllők. Mi a fene? Iguana. Ő nőstény egyébként. Madarak. Papagáj. Figyelj, hogy jár a feje. Pogozik a papagáj. Igen, és akkor ő is papagáj, mind a kettő nőstény. Gondolom, hogy akkor ezek majd cserélődnek, tehát lesznek újabb állatok, lesz, amelyik eltűnik, és amikor éppen lesz új, akkor ezt meg tudom venni akár innen is, bármikor. Vannak halak is. Ó, angelfish, angyalhal. És van ilyen színű angyalhal is. Jó. Vannak kígyók, gyerekek, kígyók. Ajjajjaj. Tojás evő kígyó. Illetve tojás evő kígyóból másik fajta, más színben. Mindeket, nem, ez a hím, ez pedig a nőstény. Jó, és vannak még pókok is. Oh my god, nem tudom, akarom-e látni a pókokat. Nézzük meg a pókokat. Jaj. Jaj, de szép vagy. Gyönyörű vagy. Te egy nőstény pók vagy. Te meg egy hím. Jó, oké. Kisállat panzió, útmutató. Nem akarom befogadni, nem, pókot nem szeretnék. Kisállat panzió, na ez mi? Állatok panzióban, állatok otthon. Ja, mutatja, hogy milyen állataim vannak. A panzió az micsoda vajon? Még itt, még nincs is semmi. Csak egy mosómedve, egy almacsutkával. Jó? Útmutató. Igen, a legjobb barátok várnak rád Morgan kisállat kereskedésében. Press, take care and name it. El lehet nevezni a kutyust? Ja, amikor megveszem, akkor el tudom nevezni. Tudod neki adni egy nevet. Á, értem. És vannak még további opciók. Gyerekek, ez egy csomó új dolog, csomó új bővítés, rengeteg minden jött be. Ez zseniális, nekem nagyon tetszik. Megmerem kockáztatni, jobban tetszik, mint a Luxury Flipper. Pedig ez jóval kisebb DLC. Micsoda? Tud nekem segíteni, vagy mi? Kaparja a földet. Pet hotel. Állat hotel. Na igen, hogy az előbb ezt néztük. Jó, ezt az állat hotel dolgot még ezt ki kell majd tapasztalni, ez hogyan működik.
És akkor nézzük meg a következő melót, mert hogy megint van egy újabb munkánk, méghozzá, mindjárt megnézzük, hogy hol, erre kell jönni, a nyilacska mutatja, és ez a ház lesz az. Ez. Szóval, Morgan egész életét az üzletvezetés és a könyvelés töltötte ki, egészen addig, amíg át nem adta a céget a fiának, és nyugdíjba nem vonult. Hogy elfoglalja magát, időnként szabadúszó tanácsadóként dolgozott régi barátainak. Egyszer felkérték, hogy készítsen jelentést a Cozy Village-ben élő házi állatokról. A számok ijesztőek voltak. Morgan úgy érezte, cselekednie kell. Elszánt és tudja, mit kell tennie. Hát akkor nézzük. Elfogadás. Lássuk, mi lesz itt. Na, a gondoskodásodnak köszönhetően Rex kedvencet felnőtt. Ó, ne feledd, hogy életkortól függetlenül minden állat odafigyelést igényel. Ez így van. Ez nagyon fontos. No, szóval, bezárás, befelnám. Ja, hogy enterrel. Igen. Szóval akkor felnőtt a kutyusom? Na most hazamegyek, akkor egy nagy kutyus vár rám. Mert már amennyire lehet, ugye nagy egy beagle. Na nézzük. Van itt három ilyen házikó, tálak. Mi? Itt valami van! Már megint valami van, gyerekek! Nézzük, mi van itt. What? Micsoda, egy mosómedve? Ha, állj már meg! Ó, és elszaladt! Hol vagy? Jó, hát akkor ezek szerint ő nem lehet az enyém, de legalább kiszabadítottuk onnan. Valamiért be volt szorulva a kukába. Ja, Istenem. Na szóval, személyi kidobása, akit kint is lesz dolgom, ezt ne felejtjük el, ugye az előző részben már majdnem elfelejtettem. Igen? Hát akkor jöjjünk be, nézzük meg. Na szóval. Ó, egy takaros is konyha. Ez mi jól néz ki egyébként? Ez tök jól néz ki. Jó nagy ilyen nappali. Ezek ilyen etető cuccok. Majd egy kutyaágy, egy hatalmas nagy kép. Asztal. Aha, interakció. Gumicsirke. Hát ez nagyon jó. Itt nem lesz dolgom egyébként. És így sincs. Így sincs dolgom. Így sincs dolgom. Na, itt aztán már van dolgom. Jó, várjál. Van itt még egy ajtó. Itt nincsen dolgom. Meg van még egy emelet. Ami... Á, itt aztán lesz dolgom. El kell távolítanunk, tehát itt szerintem kb. Mindent el kell távolítani a padlástérben. Itt kint pedig nincs ilyen dolgom. Jó, na, akkor kezdjük lentről, nyilván, ebből a szobából. Sőt, ajtó. Ó, a garázs. Mennyílik ide a garázs? Ja, okés. De itt viszont nincsen dolgom. Úgyhogy akkor ezt be is csukjuk, és akkor kezdjük azzal, hogy eltávolítunk mindent, ami csak eltávolítható. Ezt is el kell? Hát úgy tűnik, hogy igen. Meg ezt is. Mindent, minden, minden, mindent. Amúgy ez ilyen dupla hálószoba volt, mert itt is volt egy ágy, meg itt is. És itt mi van? Ah, egy különbejáratú kis fürdőszoba, ahol lesz dolgom. A redőnyöket sem, ezt még talán igen, így van. Jó. Radiátor gondolom maradhat. Na persze. Padlóburkolás. Ez megint egy újfajta padlócsempe lesz. Aha, eddig ilyen nem volt. De menő. És egyébként ez sokkal jobban illik ide a falusi hangulathoz. Ugye megszoktuk, a luxury flipperben, hogy ott mindig minden ilyen csicsás volt, csiricsári, ránézésre lehetett látni, hogy drága cucc. Itt viszont az egyszerűségnél maradunk, és ezeken nagyon tetszik. Jó, itt egy csomó cucc van, amit az állatoknak, vagy most ez ilyen állatoknak való helység lesz? Mondjuk nem hiszem, mert itt van a fürdőszoba. Vagy persze, lehet, hogy ezt is majd el kell alakítani. Hát akkor kezdjük ezzel. Úgy tűnik, hogy ez ilyen állatoknak fenntartott cucc lesz. Ramal Dog Bed. Szóval a kutya ágy. Legyen akkor egy ilyen kék. Az egyiket ide. Akkor veszünk még egy ilyen mornistát. Legyen ez külön inkább, vagy legyen itt a másik mellett. Bár tehetném be a sarokba is. Úgy. Jó. Bon appetit, jó étvágyat. Az van ráírva. Rajtam egy tappancs. És akkor ez pedig... Hát most tegyem ide elé. Jó, az egészet akkor arra fogom helyezni. Kicsit közelebb. Úgy. Zsír. Akkor veszünk egy ilyet. Na akkor ez barna lesz. Hát nem nagyon van konkrétan barna.
Akkor legyen ilyen kockás, és akkor szintén fehér-fehér, ezen ne variáljunk, akkor legalább ez így aránylag egyforma lesz. Mondjuk oda, és akkor ez pedig középre. Mondjuk, hogy így. Érdekes elrendezés. Ilyet nem nagyon csináltam még, ugye? Nyilvánvaló. Na, kutyakaja adagoló. Ezt ide mellé tesszük. Akkor a másik kutyusnak is teszünk egy ilyet, gondolom kell. Persze, hogy kell. Úgyhogy, hogy a kutyus az elérje könnyen. Hát akkor ezt ide fogom tenni így. Jó. Oké. Okay. Még mindig kell. Na, akkor ez legyen piros. Tegyük ide a másik mellé. Ez ilyen közös. Persze tehettem volna oda is, de most oda került. Jó. Ja, kell még egy. Nem mondod komolyan. Jó, akkor ez is. Na akkor viszont. Akkor viszont mindenkinek megjut a... Megjut? Szóval mindenkinek jut egy darab. Lesz egy párja. Úgy. Kutyajátékszer. Ebből nem lehet szint választani. Hát, nem tudom rátenni? Egyébként nem. Hát, abszolút össze fogom így zsúfolni a cuccot, de nem baj. Ebből is kell egy. Egy gumicsirke. Oda lejjezzük a gumicsirkét. Oké. Okay. Egy ilyen gumicsont. Majd úgyis szét fogják horrani a kutyák, hogy tök mindegy. Kell egy ilyen labda. Na várjál, ez nem macskáknak van? Dehogy nem. Well, a cat tree. Most akkor itt macskák lesznek, vagy kutyák? Vagy vegyesen mindegyik? Nem, ezt van a jó iparnába. Jó. Ó, mekkora vagy! Jesus! Jó, hát akkor te... Hú, gyerekek. Hova tegy? Ide tegyük. Ó, jó nagy darab vagy. Aha. Egér. A cicáknak. Jó, az ott jó lesz. Á, ez ilyen gombolyag. Aha. Gombolyag, amivel a cicák szeretnek játszani, gurigatni meg ilyenek. Ez meg mi? Valami toll, ilyen boton. Csak úgy tegyem le a földre? Hát akkor úgy. Jó, érdekes elrendezések lesznek. Na, cicának dobozka. És akkor ő pedig ide bekerül a sarokba. Ő kisebb helyen is elfér. Na, kell egy másik. Na, akkor ő lesz rózsaszín. Hát, ha lesz itt egy lány cica, vagy valami. Tegyük oda mellé. Aztán veszünk ilyen padot. Pípad, pisipad. Ebbe tudnak pisilni. Aha, bezony. Na akkor mondjuk ezt kellett volna akkor a sarokba rakni. Jó, akkor úgy csináljuk, hogy ezt elveszünk innen. Amúgy interakció, ez mit lehet csinálni? Nézzük meg. Ja, aha, értem. Így lehet játszani a cicával. Hagyjad benne a sarokban. Kutya mintás szőnyeg. Legyen akkor ez csak így itt. Szóval azt akartam mondani, hogy ez tényleg egy ilyen kis állatszoba lesz. Tehát konkrétan az állatoknak van fenntartva ez az egy szoba. Azért az menő, nem? Igen, aztán kell... Mennyi minden kell egyébként ide? Hihetetlen. Macska adagoló. Na ez a cicáknak kell. Ebből csak fehér szín van egyébként. Na akkor kapsz egy ilyet te. És kapsz egy ilyet te. Hát most ide a pisi mellé tegyem a kajás cuccot. Mindegy, hát legyen akkor így. Hát talán nem a legjobb megoldás, de mindegy. Aztán kell még ilyen is. Na most akkor ebből is kettő-kettő kell? Ja, kettő-kettő. Na mindegy, egyre közelebb kerülünk a pisitálhoz. Ez mi? El kell keríteni a kettőt egymástól? Oda tegyek be... Na várják, hozt... Na várják, megveszük ezt. Nem tudom, ebből most mennyi kellett. Ebből egy kellett, úgy látszik, és kell még két ilyen. Ezek nagyobbak. Ja, értem, szóval a kettő darab... Nem tudom elforgatni? Itt kéne elválasztanom őket egymást? Vagy hogy kéne ezt, várjatok? Miért nem engedi elforgatni? Ó, nem engedi elforgatni. Gyerekek, mit csinálják ezzel akkor én most? Ezt... What? Most szétszedtem? Vagy mi a fene történik itt? Gyerekek, ezt a részét nem értem. Márpedig akkor ezt úgy kéne... Szerintem el kell, hogy kerítsem őket egymástól, a cicákat meg a kutyákat. Ez oda. Hát nem tudom, ez egymás mellett mennyire néz ki jól, de mindegy. Na, ezt engedi elforgatni. Érdekes. What? Egyre furcsább itt minden. Mi történik? Hogyan működik ez, gyerekek? Aha. És mi van, ha ezt így ide rakom? Akkor semmi. Aha, ebből így alakul ki valami. Jó, oké, rendben.
Akkor megveszik a másikat. Ebből a kettő darab kell amúgy is, de nem engedi lerakni, nézd meg. Egérgörgő, shift plusz forgatás. De nem működik. Szóval most ezt nem értem, mi van, szerintem ez bug. Ha mégsem, és csak én voltam az idióta, akkor sorry. Jó, hát ez mondjuk elég érdekes így. Most viszont el van forgatva. Most meg másképp fordul. Hogy működik ez tényleg? Jó, nem veszem meg. Nem tudom, mi az, nem veszem meg. Ez a kettő hiányozni fog ebből a munkából. Nem tudom, ez most miért ilyen. Viszont térjünk akkor rá erre, ne húzzuk fölöslegesen az időt. Rendezd el a mennyezeti lapokat. Fehér kerámia csempe. Igen, és a mennyezet. Mert most már ilyet is lehet csinálni. Ez kell nekem. Vásárlás. Igen, nézzétek. Ajá? Ja, hogy így? Akkor ahogy a padlót. Végre valahára. Ezt is lehet módosítani. Na, ez király. Padlóburkolás. Akkor ezt is megvesszük. Lelakjuk oda. Ja, az eltávolítást nem is néztem. Mert ugye ez nem kell. Meg ez se kell. Akkor gondolom ez se kell. Igen, mondjuk furcsa lenne, ha itt lenne egy fürdőszoba és át kellene jönni az állatokon. Márpedig mégiscsak? Vagy mi ez a izé? Akkor ezt ott kell hagyni. Azt is ott kell hagyni. El kell távolítani. A kutya, kutyáknak a cucca. Fürdőhelye. Aha. Úristen! Jó nagy darab egyébként. Na de akkor helyezzük be ide. Kutya hívása. Hát most itt nincs is kutya. És akkor ez valószínűleg ide fog bekerülni a sarokba, ugye más nagyon hely neki nincsen. Ebből mennyi kellett? Egy. Így van, egy. Kell kutyaápoló, ilyen sampon. Kutya sampon. Na most, ezt rá tudom tenni ide is, vagy akár inkább tehetném ide is. Akkor tegyük inkább ide. Jó. Ide veszünk még. Veszünk még virágot. Ezt a virágot tehetném akár ide is egyébként, de akár ide is tehetném. Lehet, hogy inkább ide fogom tenni. Hadd díszítse ezt a kis szekrénykét. Szemetes. Az kerül be ide a sarokba. Vagy akár kerülhetne ide is igazából. Á, nem. Nem, kerülj ide. Itt van jobban kéznél van, hogyha valaki kezet most kidob egy zsebkendőt, vagy valami. Törölköző. Na akkor legyenek ilyen színűek a törölközők, és legyen fehér maga a rács. Na most ezt nyilván ide kéne rakni, hogy kéznél legyen a kutyák miatt. Bár itt már tiszta víz lenne, de akkor tegyük ide, és akkor így kézre esik a mosdónak is, tehát aki mosakodik. Egy ilyen polc, ez is egy ilyen fehér. Na most ezt a polcot tegyük ide. Igen. Veszünk törölközőket, és ezt rátesszük ide. Oké, megvan a munkának annyi százaléka, hogy most már abba tudnám hagyni, de nem akarom. Viszont ebből még mindig kell. És akkor kell még egy adag. Jó, ez szerintem. Kisebb kutyáknak ilyen mosdócucc. Azt tegyük ide? Szerintem ez itt teljesen jó helyen van. Aztán kell még ilyen körszőnyeg, mert ebből egy nagyot veszünk. És a kék színe szerintem jó. De akkor azt ide fogjuk tenni. Oké. És akkor itt ennyi. Jó. Na, akkor a lenti rész megvan. Legalábbis ez megvan. Ó, az előbb ezt nem is láttam. Mik ezek a lemezek? Amúgy ez egy tök jól kinéző iroda szerintem. Ez olyan iroda hatású iroda. Ezt jól megmondtam. Figyelj majd, micsoda laptop! És akkor a felső rész. Na itt mindent el kell távolítanunk, szerintem semmit nem kell meghagyni. No! Elhelyezés! Megint csak a nyuszinak a ketrece kell. Méghozzá az is ilyen zárt, mert ilyen elkerített. Szerintem akkor ezt vagy ide fogom tenni, már nem tudom még mi fog ide kerülni, vagy pedig csak tegyem ide szépen középre. Aztán kell... a tengeri malacoknak! Gyerekek! Na, ennek pedig ide mellé kéne kerülnie. Úgy gyerekek, azt elcsesztem. Nem már! Hát akkor ezt egymás mellé kellett volna tennem, mert ez a kettő ilyen... két marha nagy cucc. Akkor tudjátok mit? Nem teljesen egyből az ablak alá tenni, hogy mondjuk ki lehessen nyitni az ablakot, ha olyan van, és levegő az állatoknak, hanem akkor így,
és akkor így viszont el fog mellé férni ez. És meghagyta a színeket? Meg. Ez pedig ide kerül. Na remélem több ilyen nagy tárgy már nem kell, mert ide kell még a terrárium, pontosabban akvárium, illetve nem terrárium, mert ugye teknős lesz benne. Ez mekkora? Azt a jó eget neki, gyerekek. Ez jó nagy darab. Na, szóval. Ide kerül. Ó, nagyon menő. Feltöltés eledelle, ezt csináljuk meg. Aha. Egyéb dolog? Nem. Feltöltés eledellel. Igen. Ó, jó kis füvecske, vagy valami olyasmi. És akkor még ezt is megcsináljuk. Jaj, a mentés. Egy kis nyuszi táp. Pontosabban megint csak zöldségek. Egy kis ubi, meg ilyenek. De még mindig kell terrárium. Ezúttal hörcsög akvárium pontosabban. Na most tehetem ezt én kapásból mellé. Mi? Ez ilyen nagy darab? Ez kellett volna akkora... Aha, jó, akkor úgy csináljuk, ezt leteszem innen, vagy ide. Ezt oda átpakolom. És akkor ő kerül be ide, mert ez pont elvileg addig fog kilógni. Így van. Mi szép kényelmesen ott elfér. És akkor ez pedig jöhet ide mellé. Na. Remélem, hogy nincs túl közel egymáshoz, és az nem baj. Még mindig kell akvárium. Na ez már rendesen halaknak van. Ah, jó nagy darab vagy, te atya úristen! Ez még nagyobb is, mint... Ó, gyerekek! Ide elfér? Hát éppen csak, de az ablak alatt lesz. És ha mondjuk ide tenném egymás mellé, akkor oda elférne a kisebbik. Jó, csináljuk akkor így. Akkor itt megint átköltöztetjük. Szegény teknősnek sehol nem lesz már szegényekének helye. Picike hely azért legyen köztük. Így. Menő gyerekek, menő. Itt aztán mindenféle állatnak van hely. Na, aztán... Á, igen, most kellenek ezek a kis csillárok. És ebből kell mennyi? 6 darab csillár? Aha. Na, mondjuk így. Kapcsoljunk egy lámpát. Ó, milyen szép fény lett. Wow. Jó. Aha, kamrapolc. És ez is ide kell. Legyen ilyen színű. Hát ezt nem is tudom, hogy hova kéne. Tegyük ide. Pont befér. Á, pont befér. Jó, oké. Aztán kell még... Ebből mennyi kellett? Ebből 3 darab. 3 ilyen puff. Na, akkor tegyük mondjuk az egyiket ide. A másik... a sarokba is, ez pedig... Egymás mellett lesz 2. Le is tudnék ülni, mi? Persze nem, mert megint túl közel vagyok a falhoz. Ilyenkor valamiért nem enged leülni. Aztán kell még ilyen Maya Fury Carpet. Tegyük akkor ide. De várjátok, akkor ezt lehetne úgy, hogy ezt bejebb hozom. Le lehet ülni, lehet beszélgetni. Vagy éppen állatot simogatni. Wow, és akkor most már tudok ülni. Á, persze. Szép kényelmesen. Oké, na ez is megvolt, és akkor nincs több munkám. Itt. Viszont kint van még. Azért azt ne felejtsük el. És amúgy itt meg nincsen ajtó, csak egy ilyen ajtó félfa. Aha. Na nézzük itt ki, mi a dolgom. Jelenleg itt pont semmi. Na nézzük csak. Igen, itt kell a szemetet kidobni. Újság, minden, üvegek, és a többi, és a többi. Gondolom akkor a kukákat sem ártana. A javítás? Aha. Szóval a kukákat sem ártana visszarakni így a helyükre. Igen, és akkor még őt. Jó, őt kidobtam, mert ő olyan kuka volt. Akkor viszont te átkerülsz ide. Ó, ez mi? Ó, ezt a bean cage. Ez miféle? What? Na várjál, szóval tegyem? Na várjál, ez inkább oda kéne a kukák helyére. Ezt el fogja így fogadni vajon? Szereljük össze. Mi van? Igen, ez oda, oda, ez rá. Oldalfalak, csavarok. Igen. Rá, rácsot, azt is oda kell csavarozni nyilván. Igen, és akkor... Ja, még az rá. Csavar. Az is csavar. Tető rá. És most vagyok teljesen kész. És ki is lehet nyitni. Jó, ez valamiféle állatketre, ez nem madaraknak, akkor nem tudom.
Most kérdés, hogy ki írja? Nem áll, hogy ezt ide kellett volna tennem. Akkor az egészet előről. Ezeket áttesszük ide. És akkor most mi adjam el? Na most szép lett a fű. Gyönyörű. Ja, akkor tegyük ide. Ha neki csak itt jó, akkor tegyük ide. Na. És akkor megint szerelünk. Done. És készen is van. Na, kényelmes vajon? Hát, amennyire egy ketrec lehet kényelmes, annyira kényelmes. Na jó, akkor ez ilyen lett, és akkor szerintem most tényleg nincsen több dolgom. Azért körbejárom a házat, mert úgy látszik, hogy itt nem egyben mutatja, hogyha itt van kint dolgom, hanem rá kell lépni egy adott területre. De úgy tűnik, hogy itt már nincsen több dolgom. Na jó van, akkor úgy tűnik, hogy itt már nincsen dolgom, gyerekek. És 10.829 dolcsit kaptam. Hát 99% ugye amiatt, mert az a kerítés, az bugolt, úgyhogy azzal nem tudtam mit csinálni. De hát így is jó lesz ez szerintem. Na nézzük a változást. Úristen, micsoda állatseregletnek lett itt hely. Wow. A ház kívülről, igen, ugye oda került a ketrec. És ennyi. Irány haza. No. Haza is érkeztem, viszont akkor nézzük meg a kutyust. Hol a kutyusom? Mennyit nőttél, Beagle? Hát nőttél! Hát szemmel láthatólag nagyobb lettél. Még mindig kicsi vagy, de... Azért nőttél. Gyere! Nézd! Simi! Hazajött a gazdi. Mi van? Mi van? Halló! Ezt eldeszem, hát útba van, ne? Ne, ugye nem bagoltál be? Kötélhúzás? Ez az! Jó van, működsz! Ja, oda nézzél! Oda nézzél! Na jó van! Most már engedett, hogy megsimízzelek? Nem akarom eladni a kutyát, hát nézd már! Erre elaludt! Na! Szevasz, te nagy dög! Nagyon cuki vagy, továbbra is nagyon cuki vagy, mert nagy, értitek? Ha! Kapsz egy jutalom falatot is. Nézd meg, milyen aranyos vagyok. Esek, figyelj, de akkor oda. Megetted? Megetted, jó van. Jó kutya vagy. Jó éjszakát. Na, a skacok, hát akkor ennyi volt most ez a rész. A következő részben találkozunk, meglátjuk, hogy milyen munkát kapok, és meglátjuk, hogy milyen állatot fogok tudni találni. Bár majd meglátjuk, mert valószínűleg innentől kezdve most már vásárolnom kell magamnak állatot, de majd elnézzük az állatkereskedésbe, és megnézzük, hogy mik vannak. Egy cicát mondjuk még szeretnék. Most köszi a figyelmet, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett, kommentbe véleményeket várok, illetve iratkozzatok fel hozzám, ha ezt még nem tettétek meg. Sziasztok!